Ebben a videóban lehet, hogy hasonló retorikát vehettek majd felfedezni, mint amit a Varga Ádám használ a saját videóiban. Annyi kivétellel, hogy ez lehet, hogy vicces lesz. Csinálunk most egy közös videót. Ez egy... Főzni fogunk. Nem, ez egy tag videó, ez egy girlfriend tag videó lesz. Korábban már láthattátok a csatornán, hogy volt egy ilyen főzős dolog, amikor azt a tojásos förtelmet csináltam, ami szintén egy chefklubos recept volt, és hát én úgy emlékszem, hogy nektek talán tetszett, de hogyha nem, leszarom tulajdonképpen. Figyelj Zoli, most ezt kell itt venni, ahogy csinálok egyből ötöt. Figyelj! Kész? Tehát, hogy valami csettintelen, nem tudom. Ja, igen. Hogy tudod, ilyen kurva gagyin, tudod, hogy... Így. Oh. És akkor most belerakom az összes többit. És orriptolom. Figyelj, akkor most én felterem a tojást. És akkor most megy tőled a izé, az a royalty free rockzene. Én már érzem a gecigen, ezért a számba. Szerintem most amit két sajból csináltuk, egy harmadikat, csináltuk egy mozzarellát. Harmadikat és tejet. Igen, azért mondom, hogy csináltuk egy füstölt sajból, meg egy trapistából egy mozzarellát. Volt ezelőtt többször kutyánk is, amikor anyáikkal laktam, volt macskánk is, most is van jelenleg is kutyám. Hát azért annyira nem jó arány, nem? A többször. Hát igen, azért annyira nem idős, tehát egy kutya is él legalább 10 évig. Valóban nem, a többször kutya az annyira nem. Nyilván itt be lehet hozni a képbe ezt, ott, hogy a... Nekem a nagyszüleim például, ők is azért az életem során elég sok kutyát bedaráltak, amit nem szó szerint, de sokat elhasználtak mondhatni, és hogyha végül is olyan kutyák, meg olyan bánásmódban részesülnek, akkor megértem, hogyha van amúgy több kutya, de nyilván az nem a kutyatartás amúgy. Macskám is van a mai napig, Jürgen is még él, virul. Van egy betegség egyébként, ami egyébként kezelve van, de... Kurva jó, van egy betegsége, él és virul, van egy betegsége, ilyen fél macska van meg. De ő nem halott, ja. Csak egy kicsit be. Valószínűleg hatalmas egy célpont leszek ezek után a Fidesz cápáknak, mivel hogyha Ádám esetleg reagál erre, vagy tudjátok, placeholder lány abban a másik műsorban, amiben ketten vannak, valószínűleg hasonló dolgokat fognak a fejemhez vágni, mint például Dollár András, vagy az, hogy ilyen gyúcsányos izé, amiket szoktak, mondjuk. Vagy az, hogy olyan kövér vagyok, mint a hús Németh Szilárd pörköltjében, amit ez ilyen Fidesz családos napokon szokott így főzni. Figyelj, én amúgy felvállalom azt, hogy kövér vagyok, sőt, amúgy a LMBTQ-ban meg külön K betűt még be fogunk oda sűríteni, hogy a kövér embereket is itt képviseljék, sőt, amúgy a K betű zászlaja alatt fogok rendezvényeket csinálni. De figyelj, mondom, én ezt felvállalom, meg mit tudom én, ha neked ezzel problémád van, meg akkor oda megyek a Megafon irodához, azt megeszem az egészet. Tudod, én is hoztam amúgy egy Wojak mémet nektek, szerintem nagyjából így képzelem el egyébként a Megafon irodába dolgozó embereket. Elbírom képzelni egyébként, hogy fikás sorral, így takonnyal teli billentyűzettel nyomkodják egész nap, meg a Ctrl-C, Ctrl-V. De erről később. Most maradjunk a trágyán. Akarom mondani a tárgynál. Ki írta ezt a scriptet, bro? Anya? Aztán meg a Radésnek a humorát mondani szarnak, mert káromkodás, hogy mi egymás. És akkor ez a saskabar és ilyen izé szófélremondás, vagy ilyen nyelvbotlás, ez a comedy gold, vagy mi? Ezen elindulva egyébként Ádám biztos tagja lehet az Elit nyelvtörő kedvelő klubjának amúgy. A videóban egyébként csokira mindig másféle csokoládéként hivatkozik. Kinder Maxiként csokira telékve a Happy Hippo kakaós tejmaszott. Érted, bazd meg, a nevével viccelődik. Ez olyan, mintha azt mondanám, hogy Ferajt Ádám, more like... Ez olyan, mintha azt mondanám, hogy Ferajt Ádám, more like... Fokhagymás bártás. Csak az a kérdésem, Ádám.
Néztem a tükörbe, bro? Gondolom egyébként ilyen széles látószögű lencsével kell felvenni ezeket a videókat, hogy az a kibaszott nagy luftballon fejed beleférjen még a szögbe. De várjál, tudok még, jutott egy eszembe. Melyik Ferrari-t Ádám kedvenc zenéje? Nenától a 99 Red Bullon? 99 luftballon, Ferrari-t Ádám feje nagy-nagyon. Hát ez a csoki bekente magát reggel nevet géllel. Bro, nevet géllel? Papa odaadta a vicces könyvet, hogy mi? Honnan a faszomból veszed ezeket a nagyon frappás vicceket? A Megafon irodában megy a nagy brainstorming session, de már korábban említettem, hogy fikás kézzel itt írjátok bele bazdnek a kis jegyzetfüzetekbe ezeket a fantasztikus pánokat. Mennyire kell egyébként kreatívnak meg humorosnak lenni ahhoz, hogy kész mondatokat durrogtassál? Mi van? Ma birkózzasz, hát reggeliztél? Olyan kemény vagy! Olyan kemény ez a csoki, mint a kátszéle! Jössz fel, mint budiban az élesztő! Hello, szia, pisztácia! Jaj, de kár! Mar, de kár! Te csak, akkor te nem szoktál kúrni? Lóg a fikám, belelógott a számba. Azok a normálisak. Fúj, de utálom azokat, akik ilyen, akik tudod, így férfi, meg nő, meg gyereket csinálnak. Annyira undorító az. Bizony, egyértelmű, helyett az ideje ennek, hogy az A betű is itt most szerepeljen. Kimennek a Pride-ra, mindenki harcol a saját jogaiért, a megítélésért a társadalomban, megjönnek az asszexuálisok, és akkor úgy nézek rájuk, hogy tudod, az ilyen szélütött ilyen unokatestvére, tudod, hogy igen, mi is itt vagyunk, és mi mit akarunk? Hát, hogy mindenki harcol azért, hogy a saját, nem tudom, ezen a LMBTQ közösségen belül a saját úgymond így megítélését így átvigyék amúgy a társadalma, meg az olyan embereken, akik mondjuk izé nem feltétlenül teljes mértékben elfogadóak. Vannak kurva mélyre menő problémák, akár itt a izével kapcsolatban ugye a melegházasság, hogy Magyarországon ez a jog nem illeti meg egyébként őket, nem fogadhatnak örökbe gyereket, stb. Megjönnek az aszexuálisok. Mi pedig kicsit máshogy csináljuk a kapcsolatban. Ünnepeljetek minket! Mi pedig más egy picit a preferenciák! Ilyen! Bagoly mondja verémnek, hogy kurva nagy lufi feje van.